legelső emlékeim nagyanyámhoz fűződnek, aki mindig elhozott ide a diákmisére. És aztán ez úgy megmaradt szépen. Volt időszak, amikor egy kicsikét messzebbre voltam, fizikailag is messzebbre, de aztán visszajöttem Makóra is, és azóta nekem ez a templom a templom. Először is én rendkívül fontosnak tartom, hogy az egyházközség tagjaival valamiféle kapcsolatba lépjek, akár csak úgy, hogy bólintunk egymásnak, mert ismer a másikat, vagy pedig tényleg közösség tagjaként. Én rangsort nem tudok tenni közöttük, mert egyformán szeretem mindegyiket, de ma éppen a gyep foglalkozása van, a gyerekek a plébánián, két hetenként szombaton várjuk őket, és kizárólag játékkal foglalkozunk. Ők nagyon szeretik, mi nagyon szeretjük, úgyhogy én úgy ítélem meg, hogy sikeres próbálkozásunk, ami már azért évek óta tart, tehát sikere megvan. Ugyancsak tagja vagyok az önkéntes adományozó csoportnak. Ilyenkor advent idején, illetve húsvét tájékán szoktunk adományokat hordani, és nagyon szívesen viszem, ott vagyok, beszélgetünk, imádkozunk, lelkiekben töltjük őket, és kapcsolatban is vagyunk velük. Tehát nem csak az adományról szól, hanem a kapcsolattartásról is. Hát szintén évek óta tagja vagyok a templomi kórusunknak. Nagyon szeretem, szívem csücske. Rendre minden próbán ott vagyok, a miséken itt szoktunk énekelni, és gondolom ettől is szebb, emelkedettebb hangulatú egy szentmise, tehát nagyon szívesen csinálom ezt is. A katekumen csoport, hát a szívem másik csücske, vagy harmadik csücske, ahol azért nagyon sokat beszélünk a hitről, az egyházról, egy-egy fogalmat nagyon alaposan kibontunk, néha rendkívül nehéz témákat dolgozunk föl, és ami engem különös örömmel tölt el, hogy egyrészt nagyon-nagyon megnyíltunk egymásnak a katekumen csoportban, a másik pedig, hogy rengeteget tanulok. Még most azért ilyen idős fejjel is én nagyon szeretek tanulni. Tehát ezt is nagyon szeretem, szeretem a Bibliaóra közösségét, oda is eljárok. Ott is tényleg értelmezzük, olvassuk, elmondjuk a véleményünket. Hedvig nővér nagyon sokat olvas hozzá, nagyon sok ismeretet ad át nekünk. Ezek azok a közösségek, ahova úgy érzem, kicsit szorosabban tartozom, de alapjában véve ide tartozom, ide a templomba. Egy jó hely, ahova olyan nagyon szívesen jövök. A békémet találom meg, a nyugalmamat. Szentmiséken vagy szentbeszédeken egy-egy új gondolatot, amit úgy haza tudok vinni, el tudom gondolni. Tovább tudom gondolni. Erőt ad a következő napra, a következő hétre, vagy egyik ünnepről a másikig. Ennek a templomnak minden molekulája egy imával van tele. Életem során rengeteg templomba jártam. Szebbe is, nagyobbba is, egyszerűbbe is, díszesebbe is. Na, úgy azért a szívembe a templom, ez a templom. Ami még szervesen a templomhoz tartozik, a Városi Vegyeskar alapítása óta tagja vagyok, és itt volt a legelső koncertünk. Én már 33 éve. És azóta is szinte minden évben szerepelünk, itt föllépünk, és az a sok-sok nagyon szép koncert, amit itt adtunk, a hálás híveknek, vagy közönségnek, mert olyankor nem csak a hívek jönnek el. Tehát ez is ide köt. Énekelni nagyon szeretek, az biztos. Kétszeresen imádkozunk, mert énekelek, az is egy ima, és imádkozom közben, az is egy ima.